pár évvel ezelőtt egy este autóval jöttem fel a Balaton felől, és az autóban a Bartók rádiót hallgattam. Valaki csodaszépen játszott. Schubertet, Schubert, Gesdur, Empromptüjét. Teljesen úgy játszott, ugyanazokkal a hangszínekkel, ugyanazzal az átéltséggel, mint Horowitz, aki egyszer meghívott, és a saját házában hallottam, hogy hogy játszik. És mivel ismertem az összes Horowitz felvételt, azt mondtam, hogy jé, ezt soha nem hallottam. Kicsit más a zongora hangja, de ugyanazok az árnyalatok, ugyanazok a színek. És egyszer csak hallom, hogy köhög is benne a közönség. Tehát Horowitznak nem volt ebből koncertfelvétele. És ahogy vége volt a műnek, tapsihar, és a bemondó mondja, hogy Bogányi Gergely koncertjét közvetítettük a Zeneakadémiáról. Bogányi nevét akkor hallottam először. Hazaértem Pestre, aznap este csöng a telefon, Batthyány Ádám gróf Eisenstadtból. Művészről szeretném önt meghívni egy hangversenyre az Eisenstadti Domba, és önnel együtt meghívtam Bogányi Gergelyt, a fiatal zongoraművészt. Ismeri? Mondtam, gróf úr, pont fél órája, de nagyon jó. Az első közös koncertükön nem hallottam őt zongorázni. Hihetetlen hóvihar volt aznap, amikor az Eisenstadti Domba lett volna a koncert. Én még csak-csak megérkeztem, Gergő is megérkezett, de sajnos a zongorát szállító kamion útközben belefordult a jég miatt az árokba, úgyhogy egy nap volt, még kihúzták a Steinway zongorát a hómezőből. Volt még egy közös hangversenyünk a szikszói csodálatos református műemléktemplomban. Bach gonoművét játszottuk. Akkor éreztem meg, hogy talán 100 évenként egyszerre születik ekkora pianista, mint Bogányi Gergely. A zongora dimenzióit túlhaladva egyszer csak zenekarként kezdett el dörögni az orgona akkordjai fölött a zongora. Csodaszépen játszott. Nagyon fontos zenei kapcsolat köt Kincses Veronikához. De a művészetének a legcsodálatosabb pontját azt egy fiatal zenekritikus fogalmazta egyszer. Ott ültünk a tévé előtt és hallgattuk Kincses Verát. Pont egy olyan hangversenyt, amin én kísértem őt. És akkor odafordult ez a fiatal zenekritikus és azt mondta, hogy Kincses Vera rendelkezik a zseniknek azzal a ritka képességével, hogy amikor egy dalban, egy sokszor megszólaltatott dallam legutoljára hangzik fel, úgy tud elköszönni egy dallamtól, hogy érzed, hogy ezt ebben a csodájában soha az életben még egyszer nem hallhatod.
Az ezredforduló évében rengeteget utaztam. Nagyon sok külföldi hangversenyem volt, és azt tűnt föl a leginkább nekem, hogy ameddig az összes koncertterem hatalmas plakátokkal, tévéműsorokkal hirdeti Bach közelgő 250. halálozási évfordulóját, addig Magyarországon valahogy erről egy kicsit elfeledkeztek. És akkor elhatároztam, hogy milyen szép lenne, hogyha július 28-án egy nagy hangversenyen emlékeznénk meg Bachról. És számba vettem az akkori lehetőségeket. Arra gondoltam, hogy Budapestnek tulajdonképpen nincs egy olyan koncertterme, amiben, hogyha én a nyár kellős közepén beviszek 1000 vagy másfél vagy 2000 embert, akkor a koncert végére ne alakuljon át hamvasztás előtti zárt körű búcsúztatásra. Egyszerűen nem volt légkondicionált hangversenytermünk. És miközben ezen gondolkodtam, szokásos délutáni nagypapámtól örökölt sétámat tettem a kerepesi temetőben. És egyszer csak belém villant, hogy miért ne itt? Hát ennél szebb, mint a kerepesi temető. Két oldalt ez a hatalmas, csodálatos árkádsor, hatalmas platánfák. Igazi jó szomszédság, mert a magyar nép legjobbjai vannak ott körülöttünk. Miért ne itt tartsuk a koncertet? Másnap bementem Ladányi Jénő bácsihoz, ki a temetőnek az akkori igazgatója volt, és elmondtam neki az ötletemet. Jénő bácsi hallgatta, és semmilyen különösebb érdeklődést nem láttam az arcán, és egyszerre csak arra gondoltam, hogy tulajdonképpen miért is győzködöm én itt azt a szegény derék öreget. Valószínű, az fog történni, ami annyiszor már az életben. Ő ugyan még jó indulatúan meghallgatja, de majd átutalja egy bizottságnak döntésre, azt tovább utalja egy másik bizottságnak, és mindenfajta hivatkozással, kegyeleti jogok miatt és sok egyéb miatt le fogják venni, és elutasítják a koncert ötletét. És mondanom végeztével szinte már kedvetlenül mondtam az öreg úrnak, hogy Jenő bácsi, drága, hoztam magaknak egy szerződéstervezetet, olvassák át, és ha úgy gondolja, akkor hívjon engem föl telefonon. És akkor teljesen váratlan dolog következett. Az öreg úr maga elé hozta a szerződéstervezetet, aláírta, és ráütött a pecsétet. Már szinte én voltam fölháborodva, hogy Jenő bácsi, de ezt hogy tetszik gondolni? És akkor jött egy olyan válasz, ami annyi fajta helyzetet megmagyaráz Magyarországon. Az öreg úr a következőt mondta, nézzek Szavér, ez a koncert július 28-án lesz. Én szerencsére pont július 27-én megyek nyugdíjba. Ennyi bosszúsággal csak tartozom az utódomnak.